Egy 25 éves közgazdász indult Győrben az Együtt Párbeszéd Magyarországért képviseletében az egyik választókörzetben. Varga Márk az országos programról beszélt, úgy látja, az egykulcsos adó káros a magyar gazdaságra. Az egykulcsos adóval 10 emberből 8 rosszabbul járt. Az egykulcsos adónak köszönhetően 50 ezer munkahely került veszélybe Magyarországon, és ma egy vállalkozónak, hogyha ugyanannyi bért akar fizetni az alkalmazottjának, mint tette ezt 2009-ben a bajnai kormány idején, akkor 11 ezer forinttal több adót kell befizetnie. Jávor Benedek, a szövetség társelnöke szerint a progresszív adó bevezetése az emberek többségének fontos lehet. Ez a kormányzat az elmúlt években Magyarországot még gazdasági, társadalmi és politikai válságba taszította. Mi azt szeretnénk, hogy 14 után egy olyan új korszak kezdődjön Magyarország életében, amelyik hátat fordít annak a káros politikának, amit megtapasztaltunk a Fidesztől, de nem tér vissza a rendszerváltást követő két évtized hibáihoz sem. A szövetség Győrött a Baross úton aláírásgyűjtésbe is kezdett, de mint elhangzott, nem azért, hogy népszavazást kezdeményezzenek, hanem hogy mindenkihez eljusson az üzenetük.